nem 40 fokra találtak engem ki, az is biztos. Még mindig visszhangos lesz a videó, mert még mindig nem tudtam mit kezdeni, így random feltölteni valamivel ezt a szobát, úgyhogy... Bocsi. De! Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban a félévzárási panic taget fogom kitölteni, amit egyébként így egy ilyen éves hagyomány, minden évben megcsinálom, és ez gyakorlatilag egy fél év összegző és egy kitekintés a második fél évre, bár már majdnem július vége van, mire ezt felveszem, de se baj, ez előfordul, hogy néha csúszik a dolog. Úgyhogy föl is csapom a taget, hogy ezt a visszhangosságot minél kevesebb ideig kelljen tűrnünk. Tényleg majd valamit megpróbálok elkezdeni, csak... Nincs annyi cuccunk, hogy feltöltsük ezt a szobát, és... Igen, szóval ez egy ilyen... Egyszer csak jobb lesz szituáció remélhetőleg. De akkor nézzük is a teget. Az első kérdés az, hogy mi volt az idei eddigi legjobb olvasmányom. Idén alapvetően nem olvastam sok ilyen hűha könyvet. Szerintem. Olvastam jó könyveket, nem azt mondom, hogy nem olvastam jó könyveket, de olyan abszolút egy csillagos, nem tudom, kedvenc könyveket, nem nagyon. Ami most az ami jobban kiemelkedett számomra, azok közül is, amik nagyon tetszettek, az Eliezer Wood-tól volt a Bright, ha láttátok a június összegzésemet, akkor abban elmondom. Azzal az icipici probléma, icipici, jó, nem volt az annyira icipici probléma, de hogy így a... Ami problémám volt vele, attól eltekintve is ez volt szerintem eddig a legkedvencebb olvasmányom. Ezt az is tükrözi, hogy kb. Egy nap alatt olvastam ki. És ezt nem teszem messzire, mert még kelleni fog. Nagyon sok könyvet nem fog tudni mutatni, mivel ezen a könyves polcon limitált könyv. Tehát ez így az összes könyv, ami jelenleg nálam van, szóval majd bevágom őket. Második kérdés, mi volt a legjobb folytatás, amit idén olvastál? Olvastam. Konkrétan két sorozatnak olvastam szerintem folytatását, plusz az az egy Harry Potter, de nyilván nem fogom most Harry Pottert ide sorolni, amit nem tudom, harmadjára, negyedjére olvastam. Ott van a Koponyák és könyvesboltok, amit mondhatnék ide, mert nagyon szerettem azt a könyvet, de szigorúan nézve az egy előzmény sztori, nem egy folytatás. Szóval ezt kizártam ebből a körből. Ezen kívül pedig a Hellbent-et olvastam, mint folytatást, illetve a Paper Girls könyveket, és a Paper Girls-ök jobban tetszettek, mint a Hellbent, úgyhogy a Paper Girls-t mondanám inkább, mint a Hellbent-et. De igazából így mindkettő, nem tudom, értékelésügyileg ugyanannyira értékeltem őket. A Hellbent nagyon nehezen indult így a feléig nekem, úgyhogy a Paper Girls egy sokkal simább út volt ilyen szempontból. Mi az a friss megjelenés, amit nem olvastam még, de szeretnék, ez pedig nem más, mint a Farkas úttal a T.J. Klumtól, ami ugye könyvhétre jelent meg, meg is vettem. Lehet ez az a következő olvasmányom? Nem biztos. Nem biztos. Valószínűleg pont azért, mert most a Hellbent az egy nagyon hosszú könyv volt, és nagyon nehezen indultam el vele, hogy az tényleg a feléig nagyon döcögött a szekér, és egyszer-kétszer bele is gondoltam, hogy félbehagyom, és a Farkas úttal az van vagy 600 oldal. 550, szóval nem biztos, hogy a hosszúsága miatt most lesz rá lelki erőm. De mindenképp szeretném idén elolvasni. Következő kérdésünk, legjobban várt friss megjelenés az év második felére, ehhez elő kellett vennem Nikinek a magyar megjelenések polcsát, mert bár ugyan meg fog jelenni megint egy Rick Riordan könyv, de kb. Mindig ezt mondom, szóval most kicsit fölrázom a dolgokat, és nem Rick Riordan könyvet mondok, mert ugye a Chalice of the Gods-os új, hát hatodik Percy Jackson, de gyakorlatilag új sorozat, mert egy trilógia lesz, vagy valami ilyesmi, ugye Percynek az egyetem jelentkezéséhez, az ja, tehát azt hiszem az is ilyen ősszel fog megjelenni. De csak azért is más mondok, ami nem más lesz, mint a Fangirl mangák negyedik része, ami az utolsó rész lesz a sorozatban. Nem mondok el többet a Fangirlről, tudjátok, hogy szeretem. Nyilván elment a napközben. Szóval azt nagyon várom. És elvileg a magyar megjelenés is idénre várható, azt hiszem az angol is idén fog, vagy már megjelent, ebben nem vagyok biztos, de a magyar is idén lesz.
elvileg, mert Nicki polcán rajta volt. Mi volt idén a legnagyobb csalódásom eddig? Olyan túl nagy csalódásaim egyébként nem voltak, mint alapvetően jó könyveket olvastam, de hogy... Szóval, hogy mi volt a legnagyobb csalódás? Az igazából úgymond csalódásnak én a Pink Feather szágát éltem meg, mert ez ugye a Sötétség sötét tengerének peremény címet viseli. Mert ugye én azt a könyvet amúgy egész vártam, meg így rajta volt, hogy sárkányos, és akkor úgy gondoltam, hogy meg gyerekkönyv, meg illusz, nem tudom, úgy többet vártam attól a könyvtől, és ilyen szempontból kicsit csalódás volt, hogy egy nagyon repetitív sztoria volt, mármint a olyan tekintetben, hogy hogyan mozdította a szerző előre az eseményeket. Mindig ugyanaz történt, és ez csalódás volt benne. Mi volt a legnagyobb meglepetés? Őszintén igazából ennél a könyvnél nem tudtam pontosan mi az, amire számítsak, de nagyon pozitív csalódás volt még így is, és nagyon-nagyon szerettem. Ez pedig a Kígyók országa volt Rusvai Mónikától. Nagyon jó volt ez a könyv. Szintén júniusi összegzésben beszélek róla. A következő pont lenne a kedvenc új szerző. Na már most itt bajba vagyok, mert szerintem, bár nem vagyok benne biztos, nem olvastam idén olyan szerzőtől, akit így felraknék kedvenc szerzős listára, és még nem tettem volna meg, mondjuk. De T.J. Clunton nem olvastam. Elie Hazelwood például egy ilyen nagyon finom vonal, nagyon elvezem, amit ír, de őt nem feltétlenül nevezném kedvencnek. Nem tudom. Azért nem teljesen úgy írja, hogy én azt tökéletesen szeretem. A fantaziát most nagyon szerettem, de mégiscsak erotikus szerzőről beszélünk, ami szembe megy velem. És hát egy könyv után nehéz kedvenc szerzőt avatni. Olyat, amit idén mondtam, meg még nehezebb. Szóval ezt a kérdést egyelőre nem tudom megválaszolni, így nem tudok újat mondani leginkább. Következő pontunk az új fikciós szerelmek. Mert ilyen nagyon könyves crushokat se szoktam annyira kialakítani. Az utóbbi években szerintem ez volt ez a kérdés, amit mindig kihagytam, de most tudok egyet mondani, ez pedig Bumblebee volt az Emily Wilde tündér enciklopédiájából, mert nem is ezt mondanám, hogy fikciós szerelem, de nagyon szerettem az ő karakterét, és tud varni. Meg Bumblebee karaktere az egy külön sztori. Jó sokat is beszéltünk róla az Emily Wilde-os kibeszélőben. Erre a kérdésre nem vagyok benne biztos, hogy jó választ írtam be, mert a következő az, hogy a legújabb kedvenc karakter, de nem az Emily Wilde volt a kedvenc karakterem, szerintem azt még a Bumblebee-hez akartam írni, vagy valahol máshova. Páfrány a Koponyák és Könyvesboltokból. Tudjátok, mint legyen Páfrány a Koponyák és Könyvesboltokból. Mert ő csodálatos volt. Na, jaj Istenem. Szerintem telefonomnak is melege van. És a már Koponyák és Könyvesboltok. Egy könyv, amin sírtam idén, több is volt szerintem, amin így kicsit megkönnyeztem, de a Koponyák és Könyvesboltok epilógusa megtört engem. Tehát, hogy az... A legendás láttékon is így néha bekönnyeztem, vagy nem tudom, mert olyan kis megható volt, de a Koponyák és Könyvesboltok vége az így keresztül szúrta a szívemet. Mármint jó és rossz értelemben egyszerre, szóval ilyen ambivalens volt a dolog, de azon sírtam. Aztán egy könyv, ami boldoggá tett, amúgy az is igazából a Koponyák és könyve, nem biztos, az a Bride. Hihetetlen jó hangulatot kölcsönzött nekem ez a könyv, főleg, hogy így egy nap alatt olvastam, de hogy az egy ilyen csodálatos utazás volt ilyen szempontból, amit nagyon élveztem. Kivéve azt a csomózós részt. De hogy egyébként boldoggá tett nagyon ennek a könyvnek az olvasása. Oké. Kedvenc könyvadaptáció, amit idén láttam. Meglepődik bárki, ha azt mondom, hogy a Percy Jackson. Minden változtatás ellenére, amit eszközöltek benne, ami ugye... Hát ugye decemberbe kezdték, januárba fejezték be, szóval gyakorlatilag idén láttam. De azon kívül olyan, aminek olvastam a könyv alapját is, és idén láttam. Én is nagyon-nagyon tetszett. Eléggé tetszett az a Teknősök Végtelen Sora film még, bár nem emlékszem már annyira a könyvre, mert elég régen olvastam, 2018 körül,
de szerintem nagyon jól megcsinálták a filmet. Kedvenc videó, amit idén csináltál, vagy kedvenc kritika, amit idén írtál, egyrészt nagyon sokkal kevesebb videót gyártottam, mint eddig, szóval nem sok választék van ilyen szempontból. Nem nagyon volt könyvheti vlog, csak bookhaul. Szóval ide is azt mondtam, hogy a Percy Jackson sorozat részekről készült videóim a kedvenceim idén. Mert azokat nagyon élveztem csinálni. Igazából ez a legnagyobb indokom mögötte. Mi a legszebb könyv, amit idén vásároltam? Őszintén szóval erre is volt egy pár jelentkező, de ez egy olyan borító, amit nagyon régóta nagyon szeretek, mert nagyon szép. És ez a hat. Bíbor cím, darumadár vagy magyar címe. Mármint ez a könyv annyira szép, és láttam belőle a könyvhéten ilyen nagy, kemény fedeles kiadást, amin lilább volt az esztétikája, tehát sokkal lilább volt az egész, és az volt így az abszolút, hogy úristen, csak kemény fedeles volt 8000 forintért, úgyhogy nem vettem meg, de ez is, ennek annyira szép a borítója, szóval ezt nagyon imádom. És az utolsó kérdése ennek a tagnek nem más, mint hogy mi az, amit még idén el szeretnék olvasni, azon kívül, hogy mindent is a fizikai TBR-omról. Nagyon sok minden olyan könyv van a listámban jelenleg, amit felírtam, ami könyvheti vásárlásom volt. Egyrészt azért is, mert ezek vannak itt fönt Pesten, szóval ezekből tudok jobban válogatni, nyilván majd amikor megyek haza, akkor hozok még fel párat, meg ilyenek, de hogy közvetlenül ezek vannak előttem, szóval ezek vannak most így radaron. De mint mondottam, Farkasok dala 1, aztán itt van a Palacsinta éjfélkor, ami még nagyon érdekel, és szintén könyvheti vásárlás. Aztán itt van a Girl Goddess Queen, amit a Manó és Menő könyvek egyik eseményén kaptam, és ez azért érdekel, mert Persephone és Hades és ifjúsági romantikus, szóval... ennyi az indoklásom. Illetve amúgy tavaly óta tologatom a Dragon Age könyvemet, és hát tavaly először játszottam ki, de már láttam tesómat kijátszani kb. Kétszer a Dragon Age-t, az Inquisition-t, és azóta így folyamatosan mondom, hogy szeretném olvasni a könyvet belőle, amit karácsonyról kaptam kb. 2 éve, úgyhogy már csúnyán néz rám Balázs, hogy még mindig nem olvastam a könyvet, amit tőle kaptam. Csak ugye ez egy kicsit nehezebb olvasnám, ennyit romantikusak, úgyhogy de lesz olvasva, mert szeretném elolvasni. Meg úgy, amúgy kb. Minden, ami ezen a polcon van, és még nem olvastam. Meg az összes többi könyv, amit már megvettem, vagy megvan, és még nem olvastam. Mert idén is az lenne a célom, hogy följebb tornázzam az olvasatlan könyveim, nem, az olvasottságát a könyveimnek, 100%-ban, de a könyvét kicsit visszavetette a progresszt, amit az előrehaladásomat visszavitte oda, ahol tartottam. Nem tudom, éve elején, úgyhogy kicsit több munka lesz, mint gondoltam. Nagyjából ez ott van, ez a fél év pánik, fél év zárási pánik tag. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal. És vigyázzatok magatokra ebben a borzasztó melegben, ami még mindig van.